Ismételten keresem Magyarország legjobb dalát, de természetesen jövőre sem egyedül. Legyetek kedvesek egy hatalmas tapssal üdvözölni a jövő évi partneremet, illetve műsorvezető társamat, Dallos Bogit. Mi még sosem voltunk egy dal évadban, az biztos. Illetve az, hogy nem énekelni fogok, hanem beszélni és műsort vezetni, úgyhogy nagyon-nagyon izgatott vagyok, és nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem ezt a feladatot, és egyben egy hatalmas nagy szakmai kihívásnak is. A Dal 2019. január 19-től nem csak új műsorvezető társal indul. A négy tagú zsűriben is lesznek új, de a közönség számára nem ismeretlen arcok. Fogadjuk hát óriási tapsal az öröki fiú Nagy Ferót! Itt bárki versenyezhet. Nem arról van szó, hogy itt a profik dalírásban összeméretik magukat az amatőrökkel. És ez egy nagyon fontos dolog ma Magyarországon, hogy amatőr emberként is jelentkezhetek egy olyan megmérettetésre, ahol engem össze fognak mérni Olá Gergővel. Azért ez nagy dolog. Egy évről évre azért nagyobb a merítés. Most már bátrabban küldenek be anyagot mondjuk az underground vonalból is. A metalt nézzük, rockot nézzük, vagy akár a hip-hopot. Úgyhogy most is így lett. Van rockzene, van metalzene, van hip-hop, de van jazz is. Nagy Feró mellett a másik új zsűritag, Vince Lilla zenész, dalszerző, a Napóleon Bulvár Emerton díjas énekesnője lesz, aki nem mellesleg zenepedagógus. Szeretem az olyan előadókat, akik mernek bevállalni, újítani, hiszen tudom, hogy ebben a műfajban belefér az újítás. Azt gondolom, Magyarország a jelenleg ez az egyik olyan fantasztikus esemény, ami tükrözi egy kicsit a magyar poprok kultúrát, és a végre a saját dalok, a saját szerzemények érvényesülhetnek. És mivel én magam is tanítok, tehát reális kapcsolatom van a fiatalokkal, generációkkal, ez is azt gondolom, hogy nagyon fontos. Minden évben eljön az a dolog, hogy megvan a 30, akkor végighallgatjuk otthon még egyszer, hogy akkor milyen lett az összkép, és aztán utána, amikor jön a műsor, akkor utána nagyon megváltozik minden. Tehát amikor húsvér emberek kiállnak elénk, és ott megjelenik az előadónak is a karaktere, meg nem tudom, az nagyon-nagyon nagyban befolyásolja. Így aztán nagyon nehéz ezt most megmondani, hogy milyen a 30, de szerintem azt nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyon változatos, ennek én rendkívül örök. Más, ez nem mentor szerep, hanem ez tulajdonképpen hozzászólás a kollégáim munkájához, mert arról szól, akik ide jelentkeznek, azok lehetnek akár amatőrök is, de aki zenész, az a kollégám. Ha szöveget nem tud még jót írni, akkor bele fogok kötni. De nagyon fontos számomra, hogy ez így működjön. Hát nem annyira kedveljük egymást a Fredivel. Nagyon jó a kapcsolatunk. Énekeltünk már együtt, volt nálam a Fredi vendég a hétkor nálamban. Szerintem már ráhangolottunk egészen egymás humorára. Azért más a temperamentumunk, de sokszor ez komikus és jól jön ki. Úgyhogy én azt mondhatom, hogy jó viszonyban vagyunk abszolút. Csak megerősíteni tudom, az biztos, hogy kiegészítjük egymást, mert jóval visszafogottabban szoktam örülni a dolgoknak. Temperamentumos vagyok, ez egyébként hozzátartozik a dologhoz, de azt gondolom, hogy a Bogi elképesztően élénk, nálam jóval élénkebb, és szerintem ez, hogy én egy picikét lassítok talán a tempón, vagy az egészen, ő pedig egy picikét felhúzza az enyémet, ez szerintem jó lesz. Most is pont csináltunk egy bumerángot, amin én ilyeneket csinálok, Freddy meg. Úgyhogy így kb. Erre számíthatnak majd a Hogy melyik lesz Magyarország legjobb dala, az a február 23-ai döntőben derül majd ki, de Dalos Bogit a dal után sem fogjuk hiányolni. Tavasztól indul ugyanis a Hétkor nálam új évada, itt az M2 Petőfi TV-n.